Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, műsorunk második részében először az Orosházi Evangélikus Gyülekezet Alföld Kvartett szolgálatát hallhatjuk. Az Alföld Kvartett 2012. novemberében alakult azzal a céllal, hogy a rendkívül gazdag, ám méltatlanul háttérbe szoruló kamara zenei irodalom remekeit mind szélesebb körben szólaltassák meg a délalföldi régió és a távolabbi országrészek hangversenytermeiben, templomaiban, művelődési központjaiban. Az együttes 2013 ősze óta az Orosházi Evangélikus Egyházközség zenei együtteseként működik. Az együttes tagjai Hoffmann Ágnes, Szomorné Budai Marian hegedű, Molnár János brácsa, Szomor István cselló. A fiatal művészek a tanáraiktól, Devics Jánostól és Christoph Cohentől örökölt vonós négyes kultúrát szeretnék megőrizni, továbbvinni. Céljuk ennek a csodálatos kvartett irodalomnak a minél alaposabb megismerése. Vonós négyes játékukban központi helyet foglal el a 18.-19. század fordulóján született művek, mint hitelesebb interpretációja. Az együttes hallható volt a Csaba Gyöngye Kulturális Központ megnyitóján, a Délalföld nagyobb városainak templomaiban, egyházzenei koncerteken, de játszott Orosháza főterének avatásán, illetve a Békés megyei Prímadíj átadó ünnepségén is. A 2013-as, 14-es évek tavaszán 3-3 koncert során a megye különböző templomaiban megszólaltatták Haydn a Megváltó hét szava a kereszten című passióját. Felkérést kaptak a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központtól és a Calandrella Kamarakórustól az október 1-jei zenei világnapi díszhangversenyre, valamint november végén közreműködői voltak tavaly a Reformáció és Kultúra éve ünnepi záró hangversenyén itt Budapesten. 2015 tavaszán nagy sikerű hangversenyt adtak a Békés Csabai Jókai Színház Vigadó termében Rázga Áron zongora művésszel, e hónap elején pedig rendhagyó Mozart estjükkel kezdődött a Békés Csabai őszi művészeti hetek. A színpadon tehát az Alföld Kvartett.